Megszavazta az ipari park megközelítését szolgáló új körforgalom terv dokumentációját a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság. A részletekről Kelemen Károly tervező tájékoztatta a megjelenteket. Az előzmények kapcsán elhangzott az ipari parkot az M7-es autópálya Nagykanizsa keleti csomópontja és a 7-es főút közötti területen topos pályázat keretében fejlesztik. Ennek részeként egy újabb körforgalmat építenek a már meglévő kettő közé, hogy az ipari park keleti és nyugati irányban is megközelíthető legyen a két ágat egyelőre csonként építik meg biztosítva a továbbfejlesztés lehetőségét a magyar közúttal már egyeztetett tervdokumentációt a szakbizottság tagjai egyhangulag elfogadták